Most jön a felkonf. Na, én már csináltam, és ugye nekem az a megállapításom volt, hogy a most következő tesztnek. Hát ugye mindenkinek szíve joga eldönteni, hogy mi van nálam, hogy engem meg tudnak azzal gyanúsítani, hogy ugye mindig huszkorna ruhába virítok. Nem, szóval nem tévednek, én szeretem őket. Én is. Ugye az 50 köbcentis kategóriát nézzük, én már teszteltem egyszer a 261C-t. Ott az volt a véleményem, hogy a huszkorna jobb. De az egy kölcsönzős gép volt, igaz, az is vadi új volt, de most a Gyuriét láttam menni, az vadi új. Azért meglepően jó ment az is. Hát... ugyanaz a két gép, ugyanazok a fasságok vannak rajta, csak az egyik a Steel, a másik Husqvarna. Ami a Steelnél kettő mix motor, az a Husqvarnánál ez a faszom tudja, minek hívják. X-Torque. X-Torque. Autotune. M-Tronic. Az M-Tronic. A Husqvarnának talán annyi előnye van, hogy van ez az úgynevezett Rev Boost, vagy mi az? Rev Boost, valamilyen Boost. Elvileg azért talán egy kicsivel jobbanak érezhető. Agresszívabb. Ki tudja. Nézzétek. Na. Csináld. És én csinálom? Csináld. Hát szűzkész, tudod, az... Ne csinálj semmit, csak ráncsad. Igen, van differencia a kezelésük. Na, szóval gyerekek, lehet, hogy megint lánc probléma, de most az 550XP-nél. Most úgy néz ki, hogy a 261C az jobb. Nem tudom, én most rohadtul nincs kedvem még egyszer láncot cserélni, mint az 56-nál. Én még mindig azt mondom, hogy jelenleg kapható 50 köbcentisek között, ő a király. Ez is nagyon jó fűrész. Figyelj, ebbe a kategóriába, 50 köbcentibe, teljesen mindegy. Akinek milyen a lelke, olyat vesz. Így van. Tök jó gép mind a kettő. Tehát most itt innentől kezdve szerintem itt a dizájnra lehet kihegyezni a dolgot, meg hogy kinek milyen szíve van, Husqvarna vagy Steel, tök mindegy. Annyi szerintem van, hogy ezek a buziságok rajta vannak, de mondjuk ez egy 50 köbcentis gépen, ugye ez a szerszám nélküli. Ezen is rajta nyitás, van. Ugyanúgy. Ezen is rajta van. Ugye ezt, aki erdőn használja, az általában rögtön lecseréli a régire, a szerszámosra. Mert ha mondjuk esetleg ez megadja magát, akkor ott állsz az erdőn és nézel, mint halasz hatyorba. Lehet, meg tudod oldani. Meg, de néztem ilyen erdészes videókat, és ott azonnal kicserélik mindegyik fűrészen a régi módira. Hát akkor én nem vagyok erdész. Mert erdőkulcs az mindig van nálad, azzal meg mindig kibírod nyitni. Jó van. Okay. Na. Isten áldjon titeket, fűrészmánia legyen veletek, meg Súlyog ne, György. Ne. Azt hittem, hogy valami fel akarod húzni a pólódat. Na jó van, sziasztok. Megint húzzam fel ne.